következő kísérletben a klórgáz tulajdonságait fogom bemutatni. A klórgáz, milyen mérgező gáz, ezért elszívó fülkét használok az előállítására. Sósav és kálium per manganát reakciójából fogom előállítani a klórgázt, és végig vezetem egy ilyen kis gáz vezetéken. Először egy frissen szedett növényi levéllel fog találkozni, mutatva az élő hatására a klórgáznak. Hát sajnos már is utalnom kell arra, hogy az emberi civilizáció történetében is egy fekete pontként vonult be a klórgáz, járjátok utána, hogy hol is történt mindez. A következő állomásán kálium-bromid oldatával fog találkozni, amelyben bromid ionokkal lép reakcióban, ezeket vizsgálhatjuk meg. A következő állomáson kálium-jodid oldatában lévő jodid ionokkal fog találkozni az elemi klór, és megfigyeljük, hogy reakcióban lépnek-e. Hát így csak el a kísérletet. Sósavat engedek a kálium per manganátra, és mint látható, már is gázfejlődés figyelhető meg. Egyelőre eleinte a levegő buborik át a rendszeren, de azért figyeljük meg, hogy történik-e, hogy hol történik először változás. Itt egy pillanatra láttam az elszívást. Az első gázmosóban megfigyelhető a elemi klórgáz zöldes sárga színe. Kálium-bromid, vagyis a sárga színeződés már jelzi, elemi bróm színe jelenik meg, gyakorlatilag egy brómos víz keletkezik, és ahogyan tömjék az oldalt, egyben sárgás oldalt. Jódnál is változást tapasztalom, a kálium jodid oldatán kopalékolva a klórgáz oxidál a jodidban, és a maradék jodid ionokkal gyakorlatilag egy kis brómos oldalt képződik. Amit egyre töményebb lesz, az elemi jó sötét színe is megjelenik. Ha visszatérünk egy kicsit a brómos vízre, jól látszik az oldalt sötétedése, és karakterisztikusan fölveszi a bróm elemi színét. A levelecskénk is, talán messzire is jól látszik, hogy sajnos a klorofilt, hogy tönkre teszi a klórgáz, mellé rögtön az eredeti levéke színét, teljesen elmancsolva a színét.